napokban érkezik vissza a gyermeket nevelő családokhoz, szülőkhöz pontosabban, az a 610 milliárd forintnyi összeg, óriási államháztartási összeg, amelyet a gyermeket nevelő családok tavaly befizetett személyi jövedelemadójaként visszaad a kormány a gyermeket nevelő családok számára. Ebből az összegből megyénkbe is jut még hozzá igen jelentős pénzmennyiség, mondta pénteki sajtótájékoztatóján az országgyűlési képviselő. Baranyában 47 ezer szülőhöz jut el az adó visszatérítés a kormányzattól. A teljes összegét tekintve mintegy 20 milliárd forintról beszélünk. Hatalmas összeg, tehát könnyű egymás mellé tenni azt, hogyha nincs egy ilyen intézkedés, akkor a Baranya megyei szülők számláján nem jelenik meg ez a 20 milliárd forint kormányzati visszatérítés. Fantasztikus tény. Ezt a magyar gazdaság kiemelkedő növekedése eredményezte. Ennek köszönhető az adó visszatérítés, a 25 év alattiak adómentessége, de a 13. havi nyugdíj kifizetése is. Emellett pedig a belügyi dolgozóknak és katonáknak is 6 havi fegyverpénzt folyósítanak, mintegy 200 milliárd forint értékben, sorolta a politikus. Hoppál Péter elmondta azt is, hogy a baloldal régi új vezetője, Gyurcsány már bejelentette azt, hogy ha ők hatalomra kerülnek, akkor a család támogatási rendszert átalakítják. Vagyis nem kapnak majd a családok ennyi támogatást, mint az Orbán kormánytól. Ezeket az eredményeket meg kell védenünk április 3-án. A választáson az a kérdés dől el, hogy visszatér-e a bukott baloldal a hatalomba, vagy tovább haladunk azon az úton, amit eddig tapasztaltunk, zárta a képviselő.